Legutóbb a Total Drámában. A csapatok Luffyval vadásztak vadállatra, de nem négy lábú fajtára. Végül a gimnaszívák csapat szétfröccsent, és most először ők küldték haza egyik tagjukat. Amy mindenkinek mondta, hogy Sammy tök béni, de Sammy átverte Amy-t, így Sammy lett a főnéni. Ciki, de így kell élni. Nos, most tovább kell érni. Kezdődjék a Total Dráma Indián Sziget! Total Dráma Indián Sziget. Hé! Hey, nélkülem mész gyűjtögetni? Nyugi, Amy! Te még sose jöttél gyűjtögetni. Az olyasmi, amit Sammy tett, úgy értem, nem te. Igaz, persze, az vacak, jó? Inkább illegek egy sortban. Ez már Amy-re van. Na gyere! Azért jó, hogy Jasmine ismeri a titkomat, barik vagyunk. Ami a többieket illeti, úgy kell beszélnem és kinéznem, mint a tesómnak. Hajjá! Így kell bogyóra vadászni. Hát ez is egy módszer. Szia, Sean! Jössz bogyózni? Azt hiszem, nem akar. Tudom, hogy megy a randi. Előbb szerelem, aztán házasság, aztán élve kanalazza ki az agyad egy zombi cica, aki a párnád alatt bujkált. Köpjetek szemen, de szerintem a természetjáró Jasmine az akcentusával belezúgott Sean-ba, aki nem fürdik. Hitétlen ez a hely. Vigyázz, medve pottyantás! Minden rendben? A kidüllett szem arra utal, hogy kikészültek az idegek. Honnan tudta, hogy nem csúszkálnék ürülékben? Ez biztosan jelent valamit? Szeret! De nem bánthatom meg újra Jasmine-t. Le lesz sújtva. Hé, Ernie! Bogyót! Há, bogyó nem jó. Kereshetünk diót. Éminek hé? Nekem is hé. Állandóan. A szerelem egy nyílvessző, amit kilősz, és az enyém mindig célba talál. Három barátnőm van. Melyik igazi szerelem életem legigazibbja? Csak én látom így, vagy Amy jobb a bogyószedésben, mint Sammy. Szerintem elég egyformák. Szerintem meg véletlenül azonosultál Sammyvel. Ez rossz ízlésre val. Valóban, a keréssel teli kép elvette az étvágyamat. Jó reggelt, turisták! Ideje elkezdeni a mai mókás tevékenységet. Szóval húzzatok gyorsan a gyülekezőhelyre, de ízűben ám! Gyerünk ide, játékosok! A gimniszívák csapat itt gyülekezzen, a mászkvák csapat pedig itt! Foglalom a helyedet, Sugar! Időnként a barátságom Sugárral olyan nyögvenyelős, de biztos lesz még jobb is. Ki tudnám nyírni? Tudom, miben sántiká ezt nótafa. A csajt, aki a végén ül, nem veszi a kamera. Húzzanak! De én nem is. Jó ötlet, Ella. Majd a játékban taposd el. De jól van. Ideje elkülöníteni a bátrakat a nyusziktól. A játék neve igaz vagy gyáva? Ez durva lesz. Grisz már megint a lecsóba csaptál. Ha lenne egy kalapom, levenném előtted. Hogyne! Köszönöm, Topher! Szóval, minden körre kisorsolunk egy alany. Azt is eldöntjük, hogy igaz legyen-e, vagy bátor. A kör igazat jelent, a láng a merészséget. Ha az utóbbi, szembe kell nézned egy iszonyatos feladattal. Csigavér, nem minden láng lesz ijesztő, némelyik csak undi. De ez esetben Amy az igazat kapta. Ez szerint őszintén kell felelnie a kérdésre. Ez a válasz feltáró jellegű lesz. Felfed nekünk egy sötét titkot, ami tönkre teheti újonnan szerzett barátai szemében. Vagy nem, na mindegy. Honnan tudod, hogy nem hazudunk? Erre nem sajnáltuk a pénzt. Íme Kruki, az igazsághajszoló tyúk.
Senki se tud túljárni az eszén. Azelőtt CIA is volt, és saját jogi cége van. Toka, Torok és Taré. Ha titkod lenne, ez a szárnyas poligráf biztosan kiszagolja. Igazat mondasz, vagy feladatot teljesítesz, mind egy pont. De ha hazudsz, vagy netán elbuknál, az egész csapat sokkot kap. Hogy érted, hogy sokkot? Ja, és mire való ez a fém, amit a séf ránk tesz? Most feleltél a kérdésre, de hadd legyen még egyértelműbb. Letesztelted őket? Igen, épp az előbb, és most is éltek. Gratulá! Kezdődjék a játék! Amy? Megőrültetek? Minden szavam egy hazugság! Ah! Tudhattam volna, hogy van egy poligráf tyúkjuk! Amy, kit rühelsz a legjobban? Oké, a személy, akit a legjobban tudok utálni, az... Amy! Kruki szerint a válasz igaz. Utálod magad? Mély. Van magyarázat, Amy? Majd én elmondom. Jasmine, csak azt ne! Az a helyzet, hogy Széminos... Nem a te hibád, Amy. Nem magad utált Szémi bűneiért. Te mindent megtettél. Senki sem hibáztat, mert Szémi lökött. Az a lány tök homály, de nem ködben. Bűzlik a kudarctól. Oké. Elég. Már is sokkal jobb. Köszi. A következő tehát Rodney. És megint egy igazság. Így szól a kérdés. Véleményed szerint ki a legvonzóbb lány ezen a szigeten? Nem kaphatnék egy másik kérdést. Nehogy megbántsam a lányokat. Nézd azt a szerető arcukat. Kifutsz az időből, Rodney! Ha választok egyet, a többi tudni fogja, hogy bukta van. Valaki mást kell mondanom, aki annyira zizi, hogy tudni fogja, hogy csak vicc. De kit? Én vagyok! Mi? Igen, nagyszerű. Sugároz! Azok disznó, Rodney felhevül, de csak azért, mert jól lesokkoltuk. Ez igaz volt. Csekkold a csirkét, még a csőre is csal. Jagyatjuk, mindig azt hiszi okosabb nálam. Ha valaki barátja valakinek, akkor tudja, hogy mikor szólul rá, hogy felvidítsák. Rodney nyilván azt hiszi, te vagy a második legsikkesebb, de nem szégyen az. Mi? Én nem leszek második! Jézus, nem, én csak arra... Nyugodj le, és Ella, ne húzz ujjat sugárral, jó? De én nem is, én most csak... Most jön... Sky! Egy kis merészséggel, Sky, a csapatponthoz bátran meg kell innod egy egész kancsó ásványvizet. Csak ennyi? Simán meg lesz. Mindössze fél perc alatt. Rajta! Hát ez meg! Tényleg! Ujjaj! A juhárszirupot is gyorsabban iszom. Még 15 másodperc. Nem tudok ennél gyorsabban inni. Segítek! Mi itt a terved? Nincs idő. Győzni akarsz, nem? Ez a gyors szlopálás. Ha támad egy zombi, nincs idő kortyolni. A fele felment az orba, de az is ivásnak számít. A mászkvák kap egy pontot, és 10 másodperc maradt. Szép volt, Sky! Sky? Ismeritek azt az érzést, mikor egy vulkán készül kitörni a bélben, és nem tudni, melyik felén robban ki? Jaj. Az állás 1-1. Úgy tűnik, egy versenyző hamar elrepül erről a szigetről, és még ágyú sem kell hozzá. Ha itt maradtok, kiderül a totál dráma Indián szigeten! Ha?
Nyeltél hozzá egy kancsó levegőt is? Ennyi? Ne már! Krisz egy szórakoztató műsor próbál itt összehozni! Max! Az igazság ideje! Á, ez a fenevaden nem harap? Nem. Max, egy pontért. Mi az, amitől félsz? Semmitől se félek! Nem akarom kétségbe vonni az ihletet, Krisz, de Max és Rodney hazudott, nem a többiek. Bocsi, de egy hajóba nevezünk. Ne feledjük, ha egy valaki hazudni fog, mindenki megszenved érte. A következő alany, Dave. Jó, nincs mit titkolnom. Neki merni kell. Jól van, Dave. Van ijesztő feladat. Aztán akad még ijesztőbb feladat is. És aztán itt van ez. Egy pontért meg kell csókolnod a melletted ülőt. Ha? Feltűnt, hogy a zombi mintha csókra hajlana, mielőtt felzabálja az agyadat? Hát, ha ez nagyon megráz, azt hiszem úgy is lehet, hogy szóval, ha már így alakult... Igen! Igen, igen, igen! Jól van, mármint kell nekünk ez a győzelem, és... Igen, ez nem olyan, mint... Nem, ez csak két ember. Hé, csacsogó csókák, ketyeg az óra. Csevegés helyett csattanj csőrre! Végeztünk, és mivel az ajkaitok soha nem értek össze... Bocsis, kacok, biztos az ásványvíz miatt. Semmi köze sincs az ásványvízhez. Az ideg teszi velem. Teszteknél vagy egy srác közelében többnyire... Nem. Nem tetszik, Dave. Hát nem úgy tetszik. Persze azért bírom, de a víz miatt volt. És most jön Sean. Mernie kell. Sean, a pontodért túrj az orrodba és kend a melletted ülő szemére. Ne! Hosszú gyakorlás még jól jöhet. Látványos megoldás, de attól tartok, túrni kellett volna, és nem kilőni. Mi több, csak a melletted lévő került szóba, nem az egész csapat. Jaj, szia, szárnyas barátom! Ella, ha egy dolog másmilyen lehetne benned, mi lenne az? Eltüntetném az akadályt, ami meggátolja, hogy jó barátságba kerüljek Sugárral. Erősen hiszem, hogy ez a végzetünk. Mi? Erősen hiszed? Erősen hiszed? Ez menő duma! Az én dumám! Ezért még megfizetsz, de kis nyomi! Nyomi! Ez miért volt? Mert Kruki megijedt, és az előbbiek alapján Ella nyilván hazudott. Hazudni? Ó, de... Mostantól jobb csapatjátékot javaslok. Hát, ha valaki szerez is egy pontot. Ne feledjük, hogy mi a tét. A vesztes csapat hazaküld valakit. És azt hiszem, hogy sejtem is kirepül haza, ha a mászkvák veszítenének. De hé, még bármi lehet. Jöjjön a következő kör! Tégy fogszabályzót egy hódra! Ha csak egy csapattársat menthetnél meg, ki lenne az? Hát én a... Hát a... Sminkelj ki egy medvét! Szájból szájba táplálj egy gyíkot! Jól van, Sugár, hogy pontot kap, fogd meg ezt az élő fókot, és... Fúj! De hát csak simogatni kellett volna! Így nem jó!
De, elég jó. A mászkváknak jár a pont. Hiába a kín és a harag, még döntetlen. Úgy tűnik, minden hiába volt. És bár egész nap tudnám csinálni, komolyan, mert ez aztán igazán frankó. Mégis vége a játéknak. Csak előbb egy hirtelen halál. Mindkét csapat egy játékosa egymással küzd egy párbajban. A győztes csapat védettséget nyer, a vesztes csapat áramütést és elküld valakit. Megint ő! Hey, ez a csapat érdeke, szurkoljunk neki! Ha, jó, hiszünk benne, te bús benga birka! Léci, csak ne legyen több kérdésem, Léci! Rodney, a hirtelen halálkörben nincs igazság, csak merészség. Kinek? Ez neked, csirke? Többé nem fogsz megrázni. És tudod mit? Egy tanyán lakom, és napi 6 tojást falok fel. 6 ízletes tojás. Nyugi, Kruki, maradj hideg, profi. A mászkvák részéről jöjjön Ella. Tessék, rémíthetsz. Ó, igen, készen állok. A játék egyszerű. A zsákban a másik csapat távirányítóját lelitek. Aki előbb tudja kibogozni a csomót és kivenni a cuccot, megütni az ellenfelet, az nyer. Rajt! Gyerünk, hogy Rodney! Megyek! Mindent vele! Gyerünk, gyerünk! Gyerünk, Rodney! Rázd meg! Ha ő győz, minket is meg fog rázni. Hülyének is megéri. Az ujjaim túl tömpék hozzá. Én elég könnyen boldogultam. Nem kell segítség? Ella, csak nyomd meg a gombot, és nyer a csapatod! Ó, képtelenség, túl durva lenne. Szent egek, ki tenne ilyesmit? Koki, ne! Nem ér ennyit! Milyen érdekes nap volt ez! A mászkvákok a játék győztesei, már a védettek. És tiétek a 7 gyors kaja adagja is, melynek küldője a Dingi Dungi büfé. Dinginél a király lovai táplálják a lovagokat. Vagy ha az kell, a séf csirkét süt. És ti, gimnoszívák, szavazzátok meg, hogy kit küldjünk el. Az én hibámból. Most ki fogják szavazni az egyik csapattársamat? De vajon kit? Szóval, hibbant egy nap, mi? Mármint majdnem elcsattant a csók. Ja, hibbant. Nem értem, mit akar. Belém zúgott, vagy sem? Bárcsak adna egy jelet. Elnézést! Bármilyen jelet. A gimnazívák tagjai közül itt maradhat Topher, Jasmine, Max és Amy. Rodney, lehet, hogy hazamész, mert a csapatod megrázó élményeket szerzett, miután te nem tudtad elmondani az igazságot. Scarlett, lehet, hogy te mész haza, amivel... Nos, mivel... Na jó, Rodney az. Húzz el! Nem lep meg, hogy nekem kell elmennem, miután annyi szívet törtem össze. Ha arra célzol, hogy mind újra kellett éleszteni, úgy igen. De ha már elmegyek, könnyítek a lelkemen. Jasmine, Scarlett, Amy, kérlek értsétek meg. Hogy ez ti? Úgy értem, van szerelem, és medve ürlik, és az a sok megrázó buga, mert a Lánysziget meg a csirkeszemek, hogy 3? Mit? Ja! Rövid szünet! Éppen elsüllyesztettem egy csatahajót. 10 játékosunk maradt. Kiderül, melyik 9 figyeli, hogy 1 elszáll. Itt nálunk a Total Dráma Indián szigeten!